Hát, sziasztok! Ciao, ciao! Hello, Geri! Szia, szia, mi a helyzet? Várjál, állj meg egy kicsit! Hát ez meg micsoda? Hát ez az én kis Mimo! Mimo? Igen, 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 kis jaj, drágám! Várjál, az idegenekkel adok egy kis jutalomfalatot, elfelejtettem rakni a zsebembe többet, meg már megetettem vele. Jó van, nyugodtan, nem bánt ő, nem bánt, csak hogy megismerjen. Jaj, de aranyú, egyébnek, hát honnan van ez? Ez a Hondától kérlek szépen, ők a Mimo tenyésztők. Jú, de és jó. Fajta tiszta egyébként. És mit tud? Mit füvet nyír, képzeld el magától, sétálgatni igen, lehet vele, és egyébként szerintem nagyon-nagyon menő. De tényleg, mutasd már meg egy kicsit. Már el is engedem, és akkor jöjjön velünk. Jön utána? Persze, természetesen. Mimo, gyere! Hát ez nagyon jó. Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Ez itt a Kertek című műsor. Tóth Gábor vagyok a műsorvezető. Műsorvezető társam. Orbán Gergely vagyok a szakértő. Ja nem, az nem én vagyok. Én is műsorvezető vagyok. De már annyi műsorunk volt, hogy mondhatjuk magunkat szakértőnek is, viszont tényleg van itt velünk egy szakértő. Így van, aki csak úgy veletek van itt, Pintő Robert. Roger. És a Mimo robotfűnyírókat fogjuk tovább vesézni, illetve konkrét darabot fogunk méghozzá a HRM 520 K1 EAN típusú berendezés. Aminek már saját öntudata van. HRM 520. HRM 520, ő az egyszerű verziója neki. Így van. Na nézzük akkor, mit kell konkrétan erről a típusról tudni? Konkrétan erről a típusról, ami megkülönbözteti a többitől, az főleg a teljesítménye. Ez már 3000 négyzetméter fűterület. 3000 négyzetméter, óriási. Tehát maximum 3000 négyzetméter tudunk vele levágatni, teljesen automatikus üzembe, tehát nem kell kísérgetnünk, nézelődnünk, lögdösnünk, taszigálnunk, etetgetni, tankolni, hanem ő majd megy és teszi a dolgát. Az egy... az nekem nem teljesen világos, hogy a fű ebből hol megy ki, vagy hova gyűjti, vagy mit, hogy működik. Teljesen jó a kérdés. Vagy miért nem gyűjti? Már valamit sejt. Így van, az a gép nem gyűjti a füvet. Olyan gyakran megy át a területen, hogy a fűből milliméteres darabokat vág le. És ezek a milliméteres darabok zöld nyersedékként lent maradnak, zöld trágyaként hasznosulnak újra. Tehát nem csak, hogy kapunk egy szépen nyírt, rendezett területet, hanem még a műtrágyázást is meg tudjuk spórolni egy robot fűnyíró. Tehát végül is ez hozzá is járul ahhoz, hogy rendezett és gyönyörű szép pázsitunk legyen, ugye? Mert meg tudjuk vele spórolni akár a műtrágyát, hiszen a... Hogy is beszélgettük itt a szünetben, hogy a tápanyagok a talajból... Így van, a nyomelemeket, tápanyagokat ugye a fű a fejlődése során fölveszi a talajból, és jó szokás szerint ezt egy gyűjtős fűnyíróval leszoktuk szedni a zöld hullalékba, odaadjuk, kidobjuk, tehát lerabol, magyarul kirapoljuk a földterületet. A robotfűnyírók ezzel szembe folyamatosan visszajuttatják a nyesedéket, így a nyomelemeket, ásványanyagokat is. Vitaminokat. Így van. Megspóroltuk a kertészt, megspóroltuk a műtrágyát, és gyakorlatilag rengeteg energiát, időt, de hogy energiában még az áramot is megspóroljuk, ugyanis nagyon keveset fogyaszt. Nagyon keveset fogyaszt, ez például 58 watt látható rajta. Tehát a háztartásokban korábban használatos világító eszközökben egy 75 wattos izzó, az tökéletesen kielégítette a fényigényt, ez egy kicsivel kevesebbet fogyaszt. És ezzel nyír 3000 négyzetmétert. Egy 3-4 focipályát, ugye, hogy kezdjen mondta. Igen, ez így van. Tehát valóban nagyon kicsi az energiaigénye, de én úgy gondolom, hogy a legfontosabb mindamellett az, hogy a szervizköltség minimális, tehát nézzük azt, hogy 3000 négyzetméter levágásához minden gyártó már legalább egy ráülős fűnyírót, egy fűnyírótraktort ajánl, ami árban sem kevés, tehát azt egyszer meg kell vásárolni, és arra hetente rá kell ülni. Hát ott nincs egy robot, akit ráültetünk, ugye, ha nem, hanem vagy a kertész, vagy mi magunk rá kell, hogy üljünk, ugye időt kell vele minden. Tehát hetente 2-3-4 órát el kell tölteni fűnyírással, amit tölthetnénk akár a családdal, hobbira, bármire áldozhatnánk.
vagy a délutáni koktél küldetése, a fűnyílás, igen. Igen. Vagy szereti, igen, tehát hogy így konkrét hobbija, de így van, tehát őket úgyse tudjuk meggyőzni, de nem is áll szándékunkba kell. Viszont ott még hetente tankolni kell, üzemanyagköltség, ugye kenőanyagköltség, illetve szervizköltség van. Azt tudni kell, hogy egy fűnyíró traktornak az éves szervizköltsége, tehát nem javítás, hanem a karbantartási költség azért nagyságrendileg 50-60 ezer forint. A robotfűnyíróknál ez úgy néz ki, hogy ha mondjuk egy robotfűnyíró megvásárlása esetén igénybe vesszük azt a szolgáltatást, hogy a kereskedő, illetve a szerviz úgymond pátyolgatja ezt a gépet, ami annyiból áll, hogy tavasszal mi ezt elindítjuk, beüzemeljük, ősszel megyünk érte, összeszedjük, letakarítjuk, szoftvert frissítünk, kést cserélünk rajta, föltöltjük, nálunk alszik, telel, tavasszal újra kivisszük, innentől látszik, hogy semmi, tényleg semmi gond a fűnyírásra, mert még a gépet sem kell kivinni, meg behozni. Viszont van még egy dolog, ami nekem eszembe jutott, hogyha én mondjuk mennék a nem ismerem szomszéd kertjénél, és látok egy ilyet így jönni, menni, és azt mondom, azért ez nem is egy olcsó darab, és pont nincs itthon a szomszéd, mert tudom, akkor beugrok a kerítésre, és elviszek egyet. Ez meg tud történni ennek? Lenne értelme, hogy én ellopjak egy mimót? Hát megtörténni meg tud, hogyha neveltetésed ilyen, persze. Jó, hát... De értelme nulla. Szíró, hiszen... Anyukáik most nagyon-nagyon csúnyi. Ezek a gépek úgy működnek, hogy a vezérlése, tehát amint leállítod, onnantól kezdve már kér egy PIN kódot. Fogassuk is meg. Fogítsuk arra, hogy nézzük meg, hogy ez áll. Tehát ilyen fogszgépnek a kezelője. Tehát ahhoz, hogy bármit el tudjuk lekövetni, bármi módon programozni tudjuk, vagy üzembehelyezni, ahhoz már kellene egy... Tehát ismerni kell magát a PIN kódot. Így van, amit mivel nem ismered, ahogy megemeled a gépet, abban a pillanatban riasztani kell, és kezd egy elég durva víjogó, csipogó, riasztó hangon, amit nem fog abba hagyni azért, mert te leteszed, visszateszed, hogy mégse. Tehát csinálja tovább, be kell ütni a biztonsági kódot ahhoz, hogy abba hagyja ezt a csilingelést. Így van, ez az egyik. A másik, hogy ha mégis elvittem, teljesen üzemképtelen. Ugye azt beszéltük, hogy kell egy töltő, hogy én bemegyek a márka szervizbe, és azt mondom, hogy figyeljetek, nekem van egy ilyen gyönyörű szép gépem, de a töltője az megrágta a kutya. Így van, a márka szervizbe rögtön el fogják kérni tőled a gyári számát ennek a gépnek. Hát minden további nélkül meg tudom adni, gondolom. Így van, és minden további nélkül rögtön ki is derül, hogy az a gép nem a te gépet. Értem, tehát akkor én nem fogok hozzá szeretni. Azzal, hogy én elmondtam, hogy a kutya megrágta, azzal még nem mentem előrébb sokkal. Igen. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy egy nagy beülős fűnyírógép biztonságosabb, csak mert nem lehet megemelni kézzel, nagyon tévedünk, hiszen az önmagában nem feltétlenül. Igen, mert ott tudjuk öntögetni a benzint, ugyanúgy, mondjuk kiemeltünk a kertből, igen. Ugye a mimót viszont sokkal okosabb bennél, és nem engedi, hogy elfogadjunk. Így van, egy fűnyírógép, vagy akár egy fűnyírótraktor a területéről kivéve ugyanúgy üzemképes állapotban van, bárhol máshol ugyanúgy tud fügyelni írni. A biztonsági előadásnak meg. A robotfűnyíró, nem. Tehát a mimó az hajlamos csak a saját. Jó, megszokott erőt. Akkor ő igazából egy okos fűnyíró, ugye? Tehát olyan, mint az okos telefon, okos otthon, akkor ő egy okos otthonban, ugye? Egy okos fűnyíró. Igen. Is. Tehát magától vágja a füvet. Igen. Tehát maga, aki beüzemeli, ugye? Így van, tehát külső segítség nélkül. Amit nekünk be kell állítani, az egyrészt annyi, hogy milyen időközönként menjen, tehát mennyi időt engedünk neki a munkára. Tehát nem is az, hogy milyen időközönként, hanem a nap 24 órájában mi mennyit engedjük dolgozni. Nem, a terület nagyságától, tagoltságától függően nem ne zavarja 24 órát, de mindenképpen kell annyi időt adni, hogy egy egységes lenyírt felületet tudjon produkálni. És ugye abból a szempontból meg biztonságos, hogy ugye macska hiába megy alá, nem fogja lenyírni. Hát nem nagyon tud alá menni. És ugye, mások, mint egy normál fűnyíró. Így van, az érdekes egyébként a tapasztalat az, hogy a legvadabb kutya is 3 napig ugatta, és aztán rájött, hogy nem érdemes, mert nem volt vissza. Tehát ő nem. Végzett. Ami a lényeg, itt a vágó szerkezet, ezen a tárcsán helyezkedik el, talán látszik. Igen, itt van egy pici, itt van egy pici penge, de ez egyből, ahogy hozzáérek, ez egyből vissza is pattan effektíve. Olyan, mint egy snitzernek egyébként a...
Illetve kívülről, hogyha megnézitek, bármerről nyúlsz alá, nem fogod elérni a kést. Igen. Tehát ez is egy plusz biztonság, illetve ha megemeled, a védő burkolat emelés érzékelőkkel van, illetve mozgás érzékelőkkel összekapcsolva, tehát abban a pillanatban leállítja a vágószerkezetet, mihelyt ezt valaki felemeli, vagy hogy megpróbálja megmozdítani. És a gumikerekekkel van szintén ellátva. Így van, ugye? Így van. Nem, egy, nem egy ilyen műanyag, hanem ő... Gumi és egy ilyen csúszásmentesítő körül. Illetve még mindegy szék itt az első. Igen, igen, ezek egy ilyen forgóügyelet munkókerekek. Amik szintén gumiból. Igen, van, és nincsenek külői, nem tud beakadni. Na, illetve ami miatt fontos ez, hogy valóban ilyen egybeöntöttnek tűnik, hogy ne, nagyon kevés fű tud rátapadni. Tehát itt is azért látszik, úgy van kialakítva, hogy nem nagyon tapad rá a fű. És akkor erre igazából, tehát amit ő levág, azt ugye ott is hagyja úgymond maga alatt, tehát hogy nincs hova igen. Távozzon ez a... Így van, tehát itt amit beálltunk rajta, az lehet a munkaidő, illetve a vágás magasság. Hát itt tudjuk beállítani az általában meg méretet. Így van, hogy milyen magas legyen a fű, hogy általában ami bevált és jól működik, az a 3,5 és 5 centi között, tehát nagyjából az a 4 centi. Tehát akkor nem az 5 mm, amit... Nem, tehát az már porszik. Igen, tehát az 5 mm-es fű az már porszik. Igen. És ez végül is egy ilyen, tehát nem új technológia, létezik más márkának robotfűnyírója, viszont ahogy erről beszélgettünk is, hogy azért ennyire valósan sikeres és valóban arra jó és működő és egybe van és strapabíró gép, az viszont csak ez. Tehát, hogy nagyon sokan járhattak már úgy korábban, hogy mástól egy olcsóbb kategóriájú valamit vettek, és azt mondták, hogy ó, az nem jó, ezért nem jó, ezt el kell venni. Azért ismerik a mondás, hogy olcsó húsnak híve lehet. Tehát, hogy egy autót nézünk, ott is van ugye két márka között is akár, vagy egy olcsóbb és egy drágább között is különbség. Nyilván megvan az, hogy miért olcsóbb az egyik, és miért nem olcsóbb a másik, ugye? Így van, tehát egyrészt, hogy mi az olcsó, mi a drága, ez azért abszolút relatív. Persze. Tehát mindenképpen az almát az almával hasonlítjuk össze, tehát hogyha azt nézzük, hogy ez 3000 négyzetméter lenyírására alkalmas, akkor mindenképpen egy olyan géphez kellene hasonlítani, ami valóban ennyit tud. És akkor lehetne beszélni arról, hogy olcsó vagy nem. Egy biztos, a Honda Mimo úgy kerülnek forgalomba, hogy a kereskedők gondoskodnak a szakszerű letelepítésről is. Hát itt is magyarul, ez egy garancia, hogy az a gép, ami kikerült a kertedbe, az ott kiválóan működni fog. Miközben illetve kiképzés az van itt, ehhez, ugye? Az itt, hát amennyi muszáj. Hát amennyi, igen, tehát látjuk, hogy ez egy egyszerű szerkezet, de van egy ilyen tutoriál, mint a videójátékok elején, hogy megtanuld a helyes kezelését. Így van. Ugye miközben máshol, ugye az itt ott olcsó megvásárolt gépeknek az első fő probléma az, hogy majd te kitalálod, hogy hogyan is próbálod meg, vagy tudod letelepíteni, és az sikerül, vagy nem sikerül, tehát valahogy. Itt eleve ez ki van zárva, tehát egy működőképes gépet fogsz megkapni. A kertbe is letelepítitek effektív, tehát hogy egy Mimo tulajdonos ugye nem csak az, hogy beüzemelést kap, hanem a ti kertetekhez megkapjátok a megfelelő instrukciót, illetve... Úgyhogy azt szeretnénk kérni mindenkitől, hogy a kertjét mérje fel, dobja ki a fűnyíróját, és vigyen egy Mimót haza, és utána lesz ideje a családra. Nem tudtok Mimót hazavinni, Roger fogja nektek vinni, és le fogja telepíteni a Mimót. Pontosan. Vagy valamelyik mondat kereskedő az országban. Igen. És onnantól kezdve az élet nyugodt lesz, békés, és... Bámulatos és csodálatos. Igen. Szeretném megkérdezni azt, hogy tudjátok-e, hogy hangolnak a hondások? Nem, hogy a? Mi, mó. Nem. Akkor köszönjük szépen, nézzétek a következő részt is, feliratkozás, megosztás, like, stb. Sziasztok!